Nőtt az iskola népszerűsége, számolt be a Dunaújvárosi Egyetem rektora András István a szerdai sajtótájékoztatón. A jelentkezési adatok alapján az előző évhez képest 30%-kal többen jelölték meg első helyen a Dunaújvárosi Egyetem valamelyik képzését. Ez az arány még az országos átlaghoz képest is jelentős emelkedés, hiszen országosan mindössze 6%-kal nőtt a jelentkezők száma. A tavalyi 105.646 helyett idén több mint 111.000 jelentkeztek a felsőoktatásba. És számunkra mindig különösen izgalmas az, hogy hogy alakul a dunaújvárosi felsőoktatás helyzet ebből a szempontból. András István bízik, hogy az Alkalmazott Tudományok Egyetemének esélyt adtak és felismerték az intézmény fejlődő ívét. Mészáros Virág kancellár hozzátette, vélhetően az új kommunikációs stratégiának is köszönhető a jelentkezők számának növekedése. Mint mondta, sikerült bemutatni az intézményt, kiemelve annak családbarát és innovatív, gyakorlatorientált képzési palettáját. Köszönhető ez biztosan annak a hallgatói sikerességet támogató programnak, ahol mindenhol elmondjuk, hogy a hallgató egy érték, és e szerint is élünk, és én örömmel veszem azt, hogy ez eljutott a családokhoz is. Hogy itt a hallgató nem csak egy neptunkó, de ahogy rektor úr szokta mondani, bekerülnek, vigyázunk rájuk. Szeretnénk azt, hogy éljenek, tanuljanak, szórakozzanak velünk együtt. Egy általunk irányított keretrendszerben bár, de azt gondolom, ez nem baj, ez csak előny. A kancellár kitért arra, hogy az egyetem ösztöndíjrendszere nagy segítséget nyújt a frissen érettségizett hallgatóknak. Például az anyagmérnök szakra jelentkezők havi 30.000 forint támogatáshoz jutnak, de több szakon is minimum 15.000 forintról induló ösztöndíjra pályázhatnak.